A vádírat szerint az elkövető 2022. április 17-én 18 óra körül Konszt Mártonban szabadon póráz és szájkosár nélkül sétáltatta egy rokona testű kutyáját, amikor találkozott egy helyi lakossal, aki ugyanott Hámmal és fékező pórázzal sétáltatta a vejmári vizslafajtájuk kutyáját. A férfire bízott Kisebb kutya ekkor nekirontott a vizslának, mire a vizsla elkapta, és a szájába vette az őt megtámadó kutyát. A vádlott megpróbálta szétválasztani a kutyákat, azonban ez nem sikerült, ezért belerúgott a vizslába. A kisebb kutyát a vejmári vizsla még ezután is fogta, így a vádlott a földre teperte a vizslát, és a nyakára térdepelt. Ezáltal a másik kutya kiszabadult, majd újra nekirontott a vizslának, de a vádlott elzavarta, és a kutya hazaszaladt. Ezt követően azonban a férfi továbbra is a nyakánt érdepelt a vizslának, annak ellenére, hogy a kutya gazdája többször is felszólította, hogy engedje el, mert tartja a pórázt. A vádlott azonban még egy-két percen keresztül térdelt a kutya nyakán, mindaddig, míg az már nem mozdult. Ekkor a férfi felállt, és a helyszíről távozva azt kiabálta, hogy én csináltam, megfojtottam. A férfi a rugással és a folytogatással a kutyának több percig tartó különös szenvedést okozott, melyet követően a vizsla elpusztult. Az ügyészség a vádiratában a férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztést, valamint közügyek gyakorlásától eltiltást indítványozott. Az ügyben a Kunszent Mártoni járásbíróság fog dönteni.